Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ebben a rövidke kis videóban azt fogjuk megnézni, hogy az Openbox felületet hogyan lehet egy kicsit személyre szabni, azaz beállítani. Gyakorlatilag pontosan egy darab fájlal fogunk foglalkozni, első körben természetesen egy grafikus felületen állítjuk, a másodikba, amihez én nem találtam igazából kellemes és jól használható grafikus eszközt, manuálisat, azaz kézzel fogunk beleírogatni ebbe az adott beállítási ufájba. Első körben nézzük is meg, mit hol találunk meg. Természetesen a .config, tehát a beállítások között kell keresni az Openbox-nak a mappáját. Azaz, ebben a mappában fogod megtalálni az összes olyan fájt, beállító fájt, ami ehhez a programhoz tartozik. Nem teljesen igaz ez, de első közelítésben pontosan elegendő az itt lévő fájlok -ok ismerete. Egyet már ismerünk az autostartot, amiben az automatikusan a rendszer indításkor elindítandó felhasználói, vagy éppen egyéb programokat szoktuk felsorolni. Nagyon egyszerű, sima script, azaz egymás után beírogatja az ember, ahogy már megbeszéltük azokat a programokat, amikre éppen szüksége van, azaz ezt már ismerjük, ez egy sima, egyszerű TXT-fájl, amit bárki bárhol tud szerkeszeni. A következő, amire rá szeretnék mutatni, és az a helyzet, hogy ez nem minden rendszerben van meg, nincs is igazán erőteljes gyakorlati haszna beállítás szempontjából, itt van egy Kbins TXT. Ez gyakorlatilag nem más, mint annak a felsorolása, hogy melyik programot, melyik billentyű kombinációhoz rendelte hozzá az Archul linux Linuxnak a készítője Erik. Ez nagyon kényelmes dolog, hiszen hogyha rákattintasz, már már rákattintottam, és megnézed, esetleg még ki is nyomtatod, hogy melyik billentyű kapcsoló mihez tartozik, milyen programot indítál, és utána elgondolkodhatsz azon, hogy a variáti, ez a háttérképet váltogató akármi, Első körben rögtön le is töröltem engem, igazából zavarma a statikus háttérképeket szeretem. Na, lényegtelen, ezekhez kellene nekünk ennyi. Gyors billentyű, különböző beállításokkal, különböző paraméterekkel meghívni, számomra ezek öleslegesek, ezeket a billentyű kombinációkat hozzárendelhetem, természetesen ha átírom a megfelelő, nem ezt, hanem a megfelelő fajt, ami nekem megfelel, azaz megnézzük a beállításokat és a gyors billentyűket, de érdekességként erre rámutattam, hiszen jó az tudni, hogy ebbe fel van sorva, nem kell keresgélni, nem kell kutatgatni azt, hogy melyik billentyű kombináció mihez tartozik. Oké, okay. de először is állítsuk be a kedvenc rendszerünket. A rendszerünk nagy részben az RCXML kiterjesztési fájba lesz definiálva, mi, hol és hogyan működjön. Ez nagyon egyszerű dolog, bár úgy néz ki, mintha ez egy bonyolult, valami extravagáns fáj lenne, nem? Ez egy sima. Mondhatni úgy, egy sima txt fájl, egy sima szöveg. Amire figyeljetek, hogy, hogyha alapértelmezett megnyitást akartok, akkor elindít, vagy el akar indítani valami böngészőt. Ez számunkra nem jó, tehát hogyha ebbe a fájba szeretnétek írni, és az grafikus felületen megtenni, hiszen nanóval vagy egyéb CLI, tehát parancsoros eszközzel is tudtok beleírogatni, és aki azt szereti, teheti azt is, azaz megkeresük az Openbox RCXML fájt, és abba fogunk írni, de hogyan rákatintunk megnyitó, és mivel nyitjuk meg? Valami kedvenc szövegszerkesztővel. Én a gennyét szoktam használni őt, ami egész jó pofa, és azért szépen is működik. Miért szeretem ezt? Mert szépen kiemeli azokat a részeket, beszínezi, amire nekem szükségem van. Meg is nyitottam, és meg is nézhetjük, hogy hogyan néz ki ez a fájl. Hát átmegyünk oda, természetesen, ami számukra fontos. Első körben, ha valaki ezt megnézi, felfog neki Tűnni, hogy hát bizony ez átláthatatlan, nem. Ez a fájl három részből áll, én kettővel fogok a mai nap foglalkozni, az elsővel, amit be fogok mutatni, hogyan lehet gyorsan, egyszerűen beállítani az Openbox kinézetét, működését, grafikus felületen. Azt itt a legelején állogatjuk. Szépen kikommentelt, és az interneten az openbox oldalán egész jól leírt beállítások vannak. Azaz első felében állogatjuk azt például, hogy itt, itt, meg itt, meg a cím hogyan jelenjen meg. Itt lehet ezekkel beállítani, hogy szépen fölsorol egymás után, hogy mik, és hogyan jelenjenek meg. Azon kívül a betűméreteket, betűkinézeteket itt állítjuk be. Oké, okay mivel hogy véleményem szerint senki nem érez kifejezett indítatást arra, hogy a betűméreteket, ezeket a beállításokat, színeket, egyebeket kézzel manuálisan egy szövegszerkesztőben próbálja meg beállítani, és időnként eltolva egy betűt előtve már problémát a ütköző, akkor nyilvánvalóan kellene keresni ehhez, egy darab, bevalom őszintén, egy darabot találtam grafikus beállító eszközt. Van! Van! Mindenféle ellentétes tévittel ellentétben bizony az Open Box, ami nagyon egyszerű és nagyon fapadosnak gondolt eszköz, ahhoz nagyon jó beállító eszközöket lehet találni grafikusan, azaz az első részét ennek a fájnak mi el is fogjuk felejteni, hiszen ezzel mi nem akarunk foglalkozni. Lehet természetesen, de én megmutatom a grafikus beállítási lehetőségeket. Nyitunk egy terminált, és abba beírjuk, hogy OB, Open Box, és Conf, azaz beállítás. OB Conf programot meghívjuk. A legtöbb disztribúcióban, ha az Openbox-ot felrakod, magával húzza ezt a beállító eszközt, ha nem, akkor mi a tendőd? Szépen felrakod a saját rendszered alatt? Nem egy nagy dolog, villámgyorsan lefordul, telepítés, és már használható is, nézzük is meg, mit tud. Elindul szépen lassan, kére egy csomó dolgot, amivel mi nem fogunk foglalkozni, mert az számunkra nem fontos és mit látunk openbox konfiguráció kezelő nagyon jó első részben azt állítjuk be, ami sokaknak a legfontosabb, nekünk a legutolsó dolog a lelkünkbe, hogyan nézen ki a mi felületünk, azaz a témákat fogjuk beállítani, illetve kiválasztani azt a témát, amely neked a legjobban tetszik, szépen görgetheted, itt van neve, itt van pedig a képe. Azt hiszem, ezek után a beállítása nagyon egyszerű, legörgetsz, kiválasztod azt a színösszállítást, hogy melyik tetszik neked a legjobban. Itt a színekre és a kinézetekre tudsz te állítani, a későbbiek folyamán lesznek, olyan beállítások, hogy ezeket a kis kezelőszerveket kicsinyít, nagyít, bezár, összecsuk, megjelenjen a név, vagy ne jelenjen meg a név, azt állítjuk, Két olyan lehetőségünk van telepítése, hogyha egy új témát letöltesz, akkor rákattintasz erre a kis böngésző fülre, és akkor egy szerűve beböngészed az új témát, illetve vannak olyan féligkész, én inkább így mondom, Témák, amiknek a kiterjesztése nem OBT, tehát Open Box téma, hanem úgy kell elkészíteni, akkor erre rákattintasz, és ezzel elkészül, majd telepíted gyakorlatilag, bevallom őszintén, bár én szeretem ide-oda állogatni az operációs rendszeremet, és így-úgy beállogatni a kinézetét, nem nagyon szoktam, bár rengeteg van az interneten, az Open Boxhoz plusz kinézetet témát letölteni. Nézzük is meg! Látható, hogy olyan színösszállításban a felső sor, a menü sor milyen legyen, milyen színű legyen, kisbetű, nagybetű, csecsiaibb, csunyább, rondább, kiválasztod, rákattintasz és leokézod, azaz ezen túl így fog kinézni kiválaszthatsz bármelyiket, én valami kéket fogok kiválasztani, mert azért az a szívemhez jobban áll, és akkor ezentúl ez lesz a kinézete, ez a témázás, mindenki oda van azért, hogy olyan színű, és úgy legyen, ahogy neki tetszik, harmadrangú, ez nem befolyásolja a működését, azaz a témázást le is zártuk, kiválasztott, és utána olyan lesz, mindenhol, a legtöbb felületen valami ehhez hasonló beállítással tudod ezt megkeresni, megjelenítés, na no, hát itt már, egy kicsit fontosabb és érdekesebb beállítási lehetőségeket kaptunk. Az első gondolat az, hogy az ablakok beállítása animálda az ikonizálást és a visszaállítást. Én ezt szépen kikapcsoltam. Ne animáljon semmit, tehát ne iceregjen, mocorogjon nekem semmi, ha összecsukom, vagy kinyitom az ablakot, erőforrást foglal le. Nem sokat, picit, keveset, de erőforrás. Az abból akok visszatartják a keretet, ha dekorálatlan, ezt beszoktam pipálni, illetve bepipálva hagyom. Ablakcímek, amit az előbb mutattam, ott szépen szövegesen föl volt sorolva, hogy melyik betű mit jelent, és azt oda be lehetett volna kézzel írni. Az RC XML be itt ebben a helyzetben látható a fáj megváltozott, hiszen én már szerkesztettem grafikus felületen ezt a fájt, és már rögtön észlelte, hogy itt azért valami változás van. Oké, okay, tehát meg lehet ott is csinálni, meg itt is meg lehet csinálni, és szerintem nagyon szépen össze tudod rakosgatni, hogy elő legyen a D. Mi a D, az jelen az összes ablakon ez a felfele nyilacska az S, az pedig árnyékolt, hát nem tudom miért árnyékolnak fordították ez a felgörgetés, hogyha szeretnéd, hogy megjelenjen itt, akkor ide beírod az eset. Ha azt szeretnéd, hogy itt a legvégén, én nem szeretném, hiszen az X az, ami becsukja, és az hagyományosan ott van, akkor szépen az eset egy kitörlöd, és ide beírsz egy S -betűt. Ennyit, tehát összekonfigurálhatod, hogy ebbe a sorba mi hogyan jelenjen meg. Múltban volt egy olyan feladatom, hogy csináljak egy programról bizony egy videót, hosszú videót, tehát gyakorlatilag elmondható, hogy összességében az egész hobelban 100 órás volt, de ne jelenjen meg a programnak a neve, hiszen az egy cégnek a nevét is megjeleníteti. Ezt nem szerettük volna, illetve aki megkért, nem szerette volna, hiszen ez több cég által adható, broker cég által adható kereskedési, Forex kereskedési program volt, nem szerette volna reklámozni. Bizony azt a Forex broker céget, aminek a neve itt jelent meg. Hát bizony, mit lehetett tenni? Inné szépen kikaptam az ablak címét, az elvetőt, és utána egy szép, üres, szürke felületet kaptunk ott, azaz nem jelente meg a név. Összetudod ezzel a kis betű kombinációval állogatni, hogy itt mi jelenjen meg, és milyen sorrendbe, illetve hol. A betűk azt hiszem nem kell különösebben okosítani senkit, föl van sorolva, vagy aktív, inaktív, menüfejléc egyéb dolog, milyen betűvel, és természetesen milyen méretű betűvel jelenje meg. Nyilván van, aki szereti a 10 pontos betűket, azok a pici betűk. Ha valakinek rosszabb a szeme, esetleg emelhet a méreten egy bizonyos méretig, vagy össze is nyomhatja kisebb betűkkel, kisebb jelzésekkel jelenjen meg a menüfelirat, illetve az aktív ablak cím, menüelem, menüfejlész, és a többi. És a többi be tudod állítani. Ha nem tetszik ez a betű kép, amit ők alapba beállítottak, kereshetsz másikat is. Arra azért figyelj, hogyha az összes betűtípus nem kéne kipróbálni. Jó, én úgy gondolom, hogy egy-két betű kipróbálás után meg lehet találni azt a szép egyszerű, jól olvasható betűt, betűtipust, ami számodra a címekbe, illetve a menükbe jelenjen meg. Azt hiszem, ezt nem is kellene túlragozni. Ablakok működése. Ablakfókusz. Fókuszáljon az új ablakra, amikor előtűnik. Amikor egy ablak megnyílik, előtűnik, ott megkapja a fókuszt, tehát az legyen az aktív, vagy ne. Nyilvánvalóan az én magánvéleményem, és a használati szokásom az, ha elindultok egy programot, azért indítom el, mert azt ott és akkor szeretném használni. Kapja meg ő a fókuszt, azaz az legyen az aktív ablakom, azaz maradjon bent a pipa. Vagy Tett be a pipát, hogyha éppen itt nincs. Ablakok elhelyezése. Helyezze az új ablakokat az egérkurzor alá. Az új ablakok elhelyezését előnybe részesíti, ide aktív kijelző. A kijelző, aminél az egér van, az elsődleges monitor, Kérdés az, hogy azt még nem fordították le, de hát nyilvánvalóan ezeket egyértelműen megértjük, hogy az összes kijelzőre pakolhatja a megnyíló ablakokat. Én az aktív kijelzőn, ahol éppen dolgozok, ott jelenjen meg, és az egérkurzor alatt az új megnyíló ablak. Nem minden ablak megnyitása fog pontosan ilyen szépen működni, mint ahogy itt elgondolnánk, de az esetek nagy részében a megnyíló ablak ott nyílik meg, ahol az egerünk van, az aktív kijelzőn. Hát itt már volt olyan, hogy elsődleges primér monitorunk, az bizony meg tudjuk adni, hogy melyik legyen az elsődleges monitor. Igazából megint abban a helyzetben kerültünk, hogy ez nincs lemagyarítva, de hát igazán nem zavar bennünket. Én úgy gondolom, hogy ha van neked egy monitorod, akkor nyilvánvalóan ezzel nem kell foglalkozni, ha kettő vagy annál több monitorod van, akkor már érdemes beállítani az elsődleges monitort arra a monitorra, ami az orrod előtt pont szembe van veled, hogy az legyen az elsődleges monitorod, és az összes feladat, amihez te azt rendeled, hogy elsődleges monitora, az ott történjen. Azaz definiálni tudod, hogy melyiket tekinted te elsődleges monitornak. Nyilvánvalóan be tudod állítani, hogy az aktív monitor, amit éppen használsz, vagy ahol a, az egérmutató van, az legyen az elsődleges, tehát dinamikusan változzon az elsődleges monitornak, nevezett monitornak a helye, vagy egy fix monitor értéket meg tudsz adni, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, ahogy be vannak sorszámozva a randr programmal megnézed, hogy melyik az egyes, melyik a kettes, és akkor azt megadod, ahogy látni, én fixen az egyes, az az, amit ti itt láttok, az az elsődleges monitorom, ez a legnagyobb orrom előtt van, és hogyha olyan programot indítok, aminél be van jelölve, hogy a monitoron jelenjen meg, akkor ezen fog megjelenni. Ez egy már haladóbb beállítási lehetőség, későbbiekben talán foglalkozunk is vele, de érdemes ezt beállítani. Ha csak egy monitorod van, nem kell vele törődni. Mozgatás átméretezés. Az ablak tartalom frissítése miközben átméretezi erőforrást von el a géptől, a programoktól, ha éppen azon gondolkodik, hogy mit, hogyan kéne kirajzolni, amikor kinyitok egy ablakot és elkezd növekedni, igazából kiszoktam venni, nem fog összeomlani a géped attól, hogyha ezt bepipálod. Én az összes ilyen számomra nem szép, nem jó, nem kellemes, igényemnek nem megfelelő dolgot kiszoktam kapcsolni. Ilyen gépeken nem olyan fontos, kisebb gépeken azért érdemes odafigyelni, hogy az összes effektelést, összes mozgatom az ablakot, és akkor frissüljön a tartalma, azokat ki kell kapcsolni, egy picikét gyorsabbá tudott tenni a gépet, Húzás távolság különböző, tehát hogy mennyi elmozdulás kell ahhoz, hogy elindítsd a ablakot egy odéptételhez, és egyéb ilyen dolgok, azokat be kell itt állogatni maszek véleményem, jól be vannak állítva, egy normál felbontású monitornál ezek az értékek bőven megfelel. Váltson asztalt, ha egy ablakot túlmozgat a képernyő szélén. Hát ez azt jelenti, hogy nekem van kettő darab monitorom és négy darab asztal van beállítva, megmutatom, hol lett az asztalok számát, azaz ha elérkezik egy program mozgatása, megfogod és odébb húzod. A monitor széléhez akkor ne álljon meg, hanem kerüljön át egy másik asztalra, és akkor annak az asztalnak itt lehet váltani ott lehet állogatni, hogy melyik asztal legyen éppen aktív, rákattintasz, és akkor eltűnik, újabb asztal kapunk, ami éppen semmi nem volt, nagyon érdekes, üres asztalunk volt, és utána visszakattintottam az én éppen aktívan használt asztalomra. Tehát az inaktívan futó olyan programok, amiket nem nézegetek, át szoktam rakni a másik asztalfelületre, Első osztályú, tehát átmenjen, avagy ne menjen, át tudjam mozgatni, avagy ne tudjam átmozgatni. Nyilvánvalóan az én beállításomat látjátok. Információs párbeszéd ablak, információs ablak megjelenítése, amikor a terminál ablakot átméretezi, mindig vagy soha. Ez a terminálnak, hogyha ide-oda mozgatod a méretét, átméretezed inkább. Így mondom, közepén megjelenik, hogy mekkora a mérete. Igazán izgalmas, és szerintem semmire se jó dolog, de hát ezt is be lehet állítani. A információs ablak középen jelenjen meg, vagy hol jelenjen meg. Igazából ez számomra teljesen irreleváns. Előkerül kedvenc cegerünk, ablakfókusz. Ablak fókuszba, ha az egérmutató mutató fölé érkezik. Azaz, hogyha van nyitva egymás mellett három darab ablakod, és az egyikről átteszed, áthúzod az egeredet a másikra, akkor a másik legyen aktív, avagy nem. Hát ez engem zavar, természetesen, mert ha aktívvá akarok tenni egy ablakot, majd én leszek szíves rákatintani, és azzal megkapja a fókuszt, azaz az a program lesz szerkeszthető mozgatható, vagy használható, amire rákatintok. Én kivettem innéd a pipát. Hogyha valaki ilyen áthúzkodós fókuszkövese az egeret felkiáltású dolgot szeretne, itt egy kicsit finomíthatja a dolgokat, beállogathatja azokat az értékeket, illetve azt a működési elvet, amit ő szeretne. Címsor! Ha ide erre a címsorra rákattintasz, mit csináljon a bő választék, az nagyon egyszerű. Az ablakot maximalizálja, vagy árnyékolja, az árnyékolja, az a felgörgetés, nem tudom miért árnyékolás, de felgörgetés. Azaz, ha ide kattintunk, bizony ez maximalizálni fogja, és nem kell erre a kis ikonkára rákattintani, hogy szétdobja egész képmezőre. Dupla kattintás idő közt az be tudod állítani, hogy hány millisekundum legyen a két kattintás között, azaz maximálisan el eltelhető idő, amit dupla kattintásnak tekint. Hogyha 400 millisekundum időkeretbe ke kattintok kettőt, az dupla kattintás lesz, ha 401 millisekundum telik el a kettő között, akkor két egyes kattintásnak fogja venni, Hát bizony ez alapértelmezésben. Jó, hogyha valaki esetleg a gyorsabb kattintások híve, vagy a lassabb kattintások híve itt állogathatja. Asztalok! Hány darab asztalom legyen? Nem a íróasztal, akire éppen rátámaszkodok, és kényelmesen mondom a szövegemet. Nem, nem az az asztal, hanem ezeket az asztalokat lehet itt beállítani. Mennyi legyen? értesítés jelenjen meg, tehát kiírja azt, hogyha váltottam egy asztalt görgetéssel, például egér középső gomb görgetésével, vagy pedig ide kattintva, előbb be is mutattam ezt a nagy attrakciót, oppá, teljesen üres lett az asztalom, mert másikra váltottam, azt hiszem, ezt mindenki ismeri, és hány darab kell? Hát bizony nekem négy van, és a fantáziadús nevet adtam a négy asztalomnak, egyes, kettes, hármas, négyes, ezeket át lehetne írni, de bevallom, soha az életben nem éreztem az asztalnak névadási kötelezettségét. Hát, hogyha véletlenül valaki úgy gondolja, hogy ide beírja, hogy akármilyen asztal, az egyes, kettes, hármas, négyes, akárhány darab, irogassa át, nekem nem volt kedvem. Margok, be tudod állítani, hogy a képernyőd, illetve a monitorod széllétől hány pixelre jobbra-balra, alól felül legyen egy passzív rész, ahova te nem tudsz ablakot kinagyítani, Elsőtleg olyasmire jó, hogy nem szereted, hogyha a káváig, tehát a keretik kilógnak az asztalok szélei, itt megadhatsz mondjuk 5-5 pixelt, és akkor nem fog oda kinagyítódni, maximalizálódni az ablakocskád. Ez nem az, hogy ha észrevettétek, nekem úgy van beállítva a tint kettes, illetve a másik panel, hogy nem csúszik alá a ablak, ha kinagyítom, ez nem az, ezt a tint állított, hogy hiába akarom kinagyítatni, ide nem fog alá menni, mert úgy van beállítva, de ez a tint kettőbe, hogy alá ne csúszon, ezt már megbeszültük, hogyan lehet állogatni. Oké, ez más, ez teljesen passzív felületet tud adni. Láttátok, az én beállításom pofon egyszerű. Miért pofon egyszerű? Azért már nullára állítottam, azaz én nekem, azaz az elvem, hogy a maximális képernyőt ki én használni olyan módon, ahogy én szeretném. Ennek akkor van igazából lényege, azon kívül, hogy esztétikumot is ad, hogy hát nem fut ki az ablak a monitor kávájáig, kereteig, akkor van értelme, hogyha olyan érzékeny sarkokat, érzékeny oldalakat, érzékeny hotpontokat raksz be. Erre van egy külön program, de soha nem használtam, bár más ablakkezelőknél van, amelyiknél, hogyha ha ide felhúzod az egeret, vagy erre az oldalra, vagy a megadott helyre, akkor, akkor valami műveletet elvégez, és hogyha ott ablak kapcsoló van, vagy ablak széle van, akkor az zavaró lehet. Ha te azt akarod, hogy itt például ez jelenjen meg, vagy ezt fogod meg, és akkor, akkor az aktív hotpont is elindul, tehát az odarendelt programocska is rendül, azaz ezt igazából nem szoktam használni. Aki használ ilyet, az beállogathatja. Dokkolok, ha használsz dokkolót, akkor itt állíthatod -e be a beállításokat. Én a dokkolót nem használok, és számomra ez teljesen irreleváns. Tehát ezzel én igazából nem szoktam foglalkozni ilyen dokkolós programokkal, mert azok inkább zavarok számomra, számomra, és akit érdekel, az olvasom utána, hogy itt a beállítások mit jelentenek. Ennyi volt a rcxml nek az első felének a beállítása, miután összecsukod, bezárod a programot, természetesen azonnal érvényesül a beállítás, amit megváltoztattál, mert azonnal és abban a pillanatban beolvassa újra az RCXML-t, tehát azt a konfigurációs fájt, amiben szabályozott, és oda bekerültek a program bezárásával, illetve pontosítok az átállítással, a pipák kiberakásával és az értékek megadásával az aktuális értékek. Azaz semmi olyan nincs, hogy leokézott, hanem egyszerűen csak bezárod és aktívvá válik a megoldás. Zárjuk is be! Miután becsuktuk a grafikus beállító felületű eszközünket, utána nézzük is meg, hogy ez a felület, ez a program, hogyan működött, mit tett, hova írogatta be a dolgokat. Hát én úgy gondolom, hogy első körben, aki most ismerkedik ezzel az eszközzel, tehát a beállítással, szépen egyesével nyugodtan ne ilyen tempóba, ahogy én görgetek, Nézze végig, hogy mit hol talál meg a beállító fájlok között. Ahogy látni, erre már hivatkoztam, itt van egy csomag betű, azt szépen be tudod irogatni olyan sorrendbe a magyarázat szerint, ahogy neked kell, és akkor a fejlécet. Utána vannak a betűk, Ugyanolyan sorrendben érkeznek meg a beállítások, ugyanolyan normál, tehát ne döntve legyen, ne itálik legyen, meg egyéb, meg a méret, be tudod állogatni a betűtípusát, ahogy neked kell. Mehetünk tovább. Asztalok neve. Hát azt hiszem, igazából ezt már megbeszéltük, hogy én nekem fantáziadús 1-2-3-4. Az asztalok elnevezése mert lusta voltam átírni azokat a dolgokat, miért kapjon egy asztal nevet. Oké, tehát vannak egy ilyen beállítási lehetőségek ebbe a fájba, hiszen az a grafikus és OB konf ebbe fog beírogatni, hiszen láttátok, hogy amikor visszavillantottam a képernyőt ide, akkor ott a fejléc az volt, hogy bizony ez megváltozott, hiszen én már konfiguráltam az OB konfal ezt a fájt. Utána jönnek a gyors A gyors két fele oszthatóak. Első körben, ha nem magyarázzam el, ha legnyomsz két-három billentyűt egyszerre, akkor történik valami a gépeden, ha az be van állítva. Egyértelmű mindenhol, mindenkor használunk gyors billentyűt, hiszen a menüsorból kényelmetlen elérni minden esetben minden programot gyors billentyűvel tudsz Akármilyen ablakműveletet elvégezni, illetve vannak olyan lehetőségek, hogy beállítasz egy billentyű kombinációt, és akkor elindul egy program a megfelelő paraméterezéssel. Hogyan is működik? Első körben érdemes azt megnézni, hogy elég sok van. Az előbb mutattam egy fajt, tehát az a KBNST-TXT-t, amiben Erik összeszedte, illetve automatikusan legeneráltatta a gyors billentyűket. Ez nem minden operációs rendszernél, illetve Linux disztribúciónál van ilyen kényelmesen elkészítve, és nincs ilyen sok. Van, ahol találkoztam olyan, ahol 10 alapvető beállítás volt jellemzően a ablakműveletek elvégzésére, és utána magadiragattad be, amit kellett. Nyilvánvalóan mind a két véglet egy kicsit olyan, ami nem jó. Ha keveset adnak, akkor sok újat kell létrehoznod, nem egy nagy dolog, ha pedig kapsz egy 100-120 darab előre beállított kombinációt, annak 90%-a számomra meg fölösleges, azokat meg kiszoktam törölgetni, ebben még nincs bent, hogy lássátok azt, hogy ebben mennyi van az Archo linux milyen sok beállítás van, de maradjunk annyiba, személyre kell szabni, azaz első körben, Például olyanokat, hogy az ablak maximalizálódjon, az ablak hova menjen, azt be lehet állítani, Ctrl Alt, felnyilacska, Go to Desktop, a következő desktopra, azaz asztalra mászom már át az a szerencsétlen program, azaz billentyű kombinációval is át tudod a másik asztalra tenni, fölgörgetni, bezárni, egyéb, hiszen mindenki ismer az Alt F4 billentyű kombinációt, amely az adott programot bezárja. Ezeket egyesével én igazából nem fogom elmondani, mi mit jelent. Ha valaki nem tudja, hogy ez a szó itt mit jelent, akkor fogja, kimásolja, a Google fordítóba beteszi, a nagybetűk elé egy space üres helyet, és lefordítja neki, gyakorlatilag beszélő neveket kapott, azaz a Windows billentyű, a Shift billentyű, meg ez a lefele mutató kis billentyű nyilacska együttes lenyomásával Körbe járnak egymás után, az ablakok egymás után villantja fel az ablakocskánkat, ami számunkra egész kényelmes, hogyha éppen valamit keresünk, akkor gyorsabban és kényelmesebben fogunk léptetni az ablakok között. Igazából mindenki eldönti az, hogy melyik ami számára kényelmes, illetve az összes ilyen funkció billentyű mutassa a menüt felkiáltású, alt, ő és a space az nagyon kényelmes, mert egymás mellett van, és akkor a menüt előugrasza, ha be van állítva, és itt a többi beállítású gombok, ezek nekem nincsenek meg a billentyűzeten, hiszen nem multimédiás a billentyűzetem, nincsenek ezek a vezérlő billentyűk, de a hangosítás, halkítás, némítás funkciót is be tudod állítani. Ez szabályozza azokat a dolgokat, egyrészt, ami az ablak műveletekkel kapcsolatos, becsúk, kinyit, egyéb. A másik, ami számunkra egy kicsit fontosabb, az, hogy meg tudsz hívni, el tudsz indítani, inkább így pontosabb programokat vele. A billentyű kombinációk első lépése az, hogy legalább tud, hogy mit szeretnél, mihez rendelni. Én ezt úgy szoktam megtenni, hogy használom a képet és összeirogatom menet közben azokat a programokat, amiket szeretnék gyors billentyűre ráhúzni, azaz hozzárendelni, mert azokat sokszor és azzal a paraméterezéssel használom. A következő lépés pedig az, hogy ki kellene deríteni, hogy van-e már hozzárendelt gyors billentyű. Ezt nagyon egyszerűen rákattintasz a keresésre, keresés menüpontot kiválasztod, és például én a Windows billentyűt és az E billentyűt szoktam együtt használni, elindítani egy programot, megnézzük. Beütött, hogy V, kötőjel, és beütött, hogy E. Hozzá van-e rendelve valami, következő keresése és bizony a VE-hez az van hozzárendelve. Micsoda? Természetesen az, amivel éppen a képet, illetve a szöveget nézegetjük. Ez a szöveg szerkesztő. Én ezt nem így szeretném, bár Erik, aki ezt összeállította az Arch Linuxnak a készítője, distribútora, ő ezt szeretné, logikus editort hívsz meg, de én nálam az E, a KDN Live program, azzal editálom, azzal írogatom a videókat, amiket készítek, azaz ezt meg szeretném változtani. Ha nincs ilyen billentyű kombináció, akkor ezt a sort innétől idáig egy akármelyiket kiválasztod, kijelölöd, kimásolod és beilleszted ez alá, és akkor már lesz egy plusz ilyen beállítási lehetőséget és használod. Azaz a V plusz E az megvan, és én ezt szeretném másra átérni előtte győződj meg, hogy van-e pont ugyanolyan, mert kettő programot egyszerre nem fog tudni normálisan elindítani. Mit szeretnék én hozzárendelni? Én nagyon egyszerűen vagyok, megmondom pontosan, hogy melyik programot, a pont binben lévő KDN Live App Image programomat szeretném elindítani, ami gyakorlatilag annyiból áll, hogy kimásolom, ide-visszabaktatok, és ide beírogatom Ctrl V-vel. Én másolni szoktam, és az olyan programokat, ami nem alaptelepítésű, tehát nem a rendszer telepítéssel kerül, hanem mondjuk én fordítottam, és egy könyvtárba beletettem, vagy úgy, mint ez az API is, a pont bin, tehát mindenhol elérhető binárisaim között lévő eszköz, akkor a teljes elérési utat explicit megadom. Per, és ennek a neve KDN, KDN live, és ezen túl a V kötőjel E, azaz a Windows gomb, és az E együttes lenyomásával ez az adott KDN Live indul el. Ezt azért szoktam így megtenni, mert nálam ez az Apimics KDN Live mindig a leg-leg-leg-leg frissebb KDN Live, és bizony ezt szeretem használni, azaz amikor kijön egy újabb apimics, akkor ezt felülírom, itt nem kell átírni, ma a neve ugyanaz lesz, elérési útja ugyanaz lesz, és akkor mindig ez fog működni, és utána mit teszünk? Ctrl S, lementjük, ez is egy gyors billentyű, ami az adott programhoz van rendelve, az adott programba a Ctrl S a mentés jelzi. Bizony, ezt mindenki ismeri. Utána lehet tovább lépni. A következő gondolatom az, hogy én igazából nem szeretem, illetve ezt a Prága nevű zenelejátszót le is töröltem, mert engem nagyon-nagyon idegesít. Hogyan tudod ebből a sorozatból eltüntetni? Fogod, ide néz, kijelölöd és del, és ebben a pillanatban meg is kapod azt, ő ki van törölve, és ezentúl az adott billentyű kombináció eltűnik, és eltűnik a bejegyzés. Én ezen végig fogok menni a későbbiek folyamán, természetesen nem előttetek, hiszen ezek a kitörlések, illetve irogatások teljesen mechanikus munkák. Itt van előttem az a lista, mit, mivel szeretnék összehozogatni, és be kell irogatni. Azaz testre tudod szapni. A testreszabás itt az igazándi testreszabás, mert sokan úgy értik a testreszabását egy programnak, hogy éppen piros legyen a menüpont, vagy kisebb betűk legyenek. Ez nem testreszabás, ez csak egy kinézet, javítása, csicsásítás, szépészeti dolog. Az igazi testre szabás az, ha megnyomom a Windows S, akkor elindul a felvevő program. hogyha megnyomom a Windows-et, akkor már kitaláljátok, az által meghatározott kdn verzió fog elindulni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ha én megnyomom a Windows és funkció billentyűket, ez az F1, F2, F3, F akármi, akkor ő el fogja végezni a hozzárendelt programozást, azt, amit ő csináljon. Nem az a lényeg a testreszabásba, hogy hányféle kinézetet, hányféle témát tudsz felrakni. Az nem testreszabás, ez csak egy szép dolog. A Windowsnak az a hátránya, hogy ezeket a dolgokat nem tudod annyira precízen beállogatni külső program nélkül. Hozzáteszem, a Linuxnak és az Openboxnak az az előnye, meg a többi asztali felületnek, ablakkezelőnek, egyébnek, hogy ezeket a nüansznyi igazából nem tűnik nagy dolognak, hogy két billentyűt megnyomsz, és akkor elindul egy program, hiszen ide mész, és aztán beírod, hogy KDN Live aztán el fog indulni, de nem kell oda menni, hanem billentyűzetről villámgyorsan el tudsz végezni egy-egy feladatot, el tudsz indítani terminálos programot is, terminálós programot is, nézzétek meg, szépen be van írva, hogy ezt a terminált indítsa, a H-top nevű eszközt indítsa, tehát a Windows plus H el fogja indítani számodra a H-top nevű programocskát, azaz nem csak grafikus programot tudsz indítani, hanem terminálos programot is tudsz indítani, szabályozni tudod például azt, hogy hangosítson, halkítson a zenét, álljon meg, tehát bármilyen funkciót, amit te a géppel csinálsz, jó esetben billentyűzethez, illetve azok kombinációjához hozzá tudsz rendelni. Ennyi bonyolult volt? Ahogy látátok, nem kellett ezzel olyat csinálnunk, amit egy átlagos felhasználó ne tudna megtenni. Egyetlen egy trükkje van. Mielőtt nekiállsz az RCX szemmelt, lemented egy másik névre, akár egy pendrive-ra, mert hogyha nagyon-nagyon eltolod, akkor vissza tud állítani az eredeti állapotot. Ennyi a trükkje. A többi azon múlik, hogy mennyire figyelsz, és milyen fantáziád van a te saját rendszered kényelmesebb tételére. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek jó konfigurációt kívánok. Sziasztok, sziasztok!